Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp május 7-én és 8-án, tehát ez a felvétel nem csak egy napra, hanem két napra szól. Az indiai számítás szerint a nap a kos jegyében van, és itt jól érzi magát, ki tud bontakozni, megvilágít valamit, itt rendeződnek a dolgok, láthatóvá tesz valamit, itt lehet egy új kezdet. A hold, az a rák jegyében van, és a hold itt otthon érzi magát, hiszen uralkodik a rák jegye felett. Tehát most jó érzelmekről beszélni, ezt kimutatni, de az is fontos, hogyha mások érzelemekkel közelednek hozzád, akkor fogadd el ezt a közeledést. Merkur bolygó a bika jegyében van, ez utal az anyagiakra, most megvan arra a lehetőség, hogy rendezd az anyagi dolgokat, vagy a munkát, hogy meglegyen a biztonság érzete. A Vénusz bolygó, Jupiter bolygó, Neptun bolygó a halak jegyéből a víz elemére utal, ahol szintén érzelmekről van szó, és egy hangban van a hold energiájával. A hold az Apushia holdházban van, és ez a vezetést jelenti, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat, irányítsuk az eseményeket. Most a napokban indul a világos hold hatás, ami előnyös változásoknál, és kihat az érzelmeinkre. Tehát ki tudjuk mutatni az érzelmeket, vagy el tudjuk fogadni az érzelmeket másoktól. Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó a halak jegyében, a víz elemében található, itt is érzelmekről van szó, és mint említettem, egy hangban van a hold energiájával. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó az a vízöntő jegyében van, közel állnak egymáshoz, kihatnak egymásra, és Mars bolygó hatása alatt lehet ez a háború, ez a téma most így a politikát illetően. De Szaturnusz bolygó jelenti itt még a korlátozásokat, jelentheti a határokat is, hogy itt meg kell védeni a határokat, vagy erről a témáról van szó. Veszta az közeledik a vízöntő jegyéhez. Május 15-én belép ebbe a jegybe, és kihat ezekre a politikai eseményekre. Veszta az a tűz istennője, és itt megvan az a hatás, hogy tisztázódik valami, vagy feléget maga mögött valamit, ami a múltra utal. Veszta az őrzi a házat, őrzi a családi kapcsolatokat, és őrzi a hazánkat is. És én úgy gondolom, Veszta jó hatással lesz ezekre az eseményekre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!